már is hívjuk Besenci Árpád színművész urat. Halló! Szép jó reggelt kívánunk a Rádió Most stúdiójából. Györfi Betta vagyok, mellettem pedig Sarkadi Kis János. Jó reggelt, szervusz Árpád, mi ismerjük egymást, én Csiki Kegyes. Igen, szervusz, jó reggelt kívánok, üdvözlöm a hallgatókat is. Hát annak apropóján hívjuk a művész urat, hogy ugye február 7-én ide látogat Kaposvárra a Hevesi Sándor Színház a Házasságlevél című darabbal, melynek ön a rendezője is, a főszereplője is, és ezzel kapcsolatban kérdeznénk néhány dologról. Például egyáltalán arról, ha jól olvastam, hogy milyen hosszú a kapcsolata ezzel az előadással, mert ha jól tudom, valamikor 97-ben kezdődött már. Pontosan 97-ben József Attila Színházban volt a bemutató a darabnak, amit maga a szerző, Frank is rendezett. És akkor Stanka István és Svicsila volt a két főszereplő, a házaspár, én pedig a traktoros fiút alakítottam, aki megérkezik ebbe a családba. Körülbelül 80 előadást játszottunk, amikor Stankai Pista kórházba került, és lett volna egy vidéki előadás, aztán Máté Szalkán éppen, egy ilyen tájelőadás, és Léner Péter igazgató megkért, hogy ugorjak be erre az előadásra a Stankai szerepébe, mert ugye úgy is tudtam a szöveget, ebben voltam így a darabban, és az én helyem egy másik kollega ugrott be. És hát, hogy ott álltam Svicsilával szemben, aki akkor éppen 35 éve voltam idősebb, és én voltam az ő férje. Igen, pont azt akartam kérdezni, hogy ugye hát ez az korban, tehát a traktoros egy lényegesen fiatalabb karakter, mint a... Igen. És aztán valahogy úgy maradtam ebben a darabban, hogy én maradtam a Svicsilának a férje, még utána sokáig, még majdnem 60 előadást lejátszottunk. Aztán jött az irányra a tragikus halála, és akkor levették a színház műsoráról. Igen, de ön tovább vitte, ha jól tudom, Pécsen is, Zalaegerszegen is be lehet mutatni? Hát 2007-ig kellett várni, hogy újra elővegyem a darabot. Akkor a Pécsi Szabadtéri Színház akkor igazgatója, Virág Újtyan, és sajnos éppen a napokban hunyt el, kért meg arra, hogy egy helyszínes, kerészeletű darabot találják a Tettyei Romokhoz. És én ezt ajánlottam neki, és a régi előadásban Fehér Anna volt a szomszédasszony, és azt találtam, hogy mi játszanánk a férjet meg a feleséget, beleöregettünk ebbe a szerepkörbe, és ennek olyan sikere lett, hogy a pécsi szabadtéri játékoknak 4 évadán keresztül játszottuk a Tettyei Romoknál ezt a darabot, pécsi kollégákkal kiegészülve. Hát akkor nyilván ott is nagyon nagy siker volt. Figyelj Árpád, engem mindig érdekelt, hogy mert én magam is kacérkodtam már a rendezés gondolatával, de amikor így az ember önmagát rendezi, ezt hogy képzeljük el? Tehát egy kicsit instruálod magadat is, vagy neked mindig van egy konkrét elképzelésed, és gyakorlatilag a színpadról mondod el a kollégának az adott szituáció, hogy mit szeretnél? Inkább az utóbbi. Csináltam, ez azért nem nagy rendezői ambíciókkal felvértezve, összesen 3 rendezésem volt, és mind a 3 olyan darab, amihez volt már közön. A Hajmeresztő című darabot csináltam Egerben, illetve Nyíregyházán, meg Egerszegen is, ezt szintén játszottam Pécset, és volt hozzá egy konkrét elképzelésem, illetve tavaly megcsináltam a Miniszter félrelépet, amit a József Attila Színházban játszottam majdnem 400-szor. Ott is konkrét dolgot, tehát tudtam, hogy mi az elképzelésem a darabról, illetve a karakterekről, a szituációkról, és ez volt a helyzet a házasságlevélnél is. Ugye adott, hogy egy nagyon hétköznapi szituációról van, tehát nem kellett különböző rendezői trúvájukat beletenni. Kiválasztottam 5 olyan kollégát, aki tudtam, hogy nagyjából értik az instrukcióimat, és fogékonyok arra, amit én szeretnék létrehozni. És ahogy mondtad, inkább az utóbbi dominál, tehát a színpadon játék közben, próba közben figyeltem a kollégáimat, és próbáltam nekik instruálni. Természetesen van olyan jelent, amikor nem vagyok benne, akkor meg kívülöm ezt a dolgot. Nem egy egyszerű dolog. Igen, elhiszem. De izgalmas mindenképpen. Igen, hát de mondjuk, hogyha adva vannak ilyen nagyon tehetséges kollégák, hiszen többüket van szerencsém ismerni az Ecsedi Erzsébettel. Ugye Kőszegen együtt játszhattam, nagyon-nagyon szeretem az Ecsit, illetve hát a Barsi Marci meg a Kátai King viszont itt végeztek a Kaposvári Egyetemen. Esetleg megemlítenéd, hogy kik játszanak még rajtatok kívül az előadásban? Tehát ahogy mondtad, Ecsedi Erzsi játszott a feleségemet, Kátai King a lányunkat, Balsi Marci a traktoros fiú, ami régen én voltam, Farkas Gyergő játssza az udvarlót, és a szomszédasszony pedig Lőrinc Nikol. És akkor a történetről is egy-két mondat, csak így a hallgatóink számára, hogy még nagyobb kedvet csináljunk hozzá. Egy teljesen hétköznapi szituáció, tehát ez bármelyik nagyváros, bármelyik tömbházában játszódhat. Egy átlagos családról van, a lány éppen esküvőre készül, és nem találják a szülők házasság levelét, ami kellene a esküvőhöz. Ebből aztán mindenféle bonyodalmak adódnak, egy 25 éves házasság alatt csak minden felgyűlik az emberben,
ehhez még adódik az, hogy van két udvarló, ugye egy férjelölt, meg egy újdonsült traktoros fiú, van egy cserkes szomszédasszony, és azt gondolom, hogy mivel olyan, ez a, tehát Efrem Kisó valami tudott a kis emberekről és a hétköznapi emberekről, mert olyan mondatokat az ember szájába, amiben mindenki magára ismerhet, vagy a szomszédjára, vagy a gyerekére, vagy a anyukájára, vagy az apukájára. Igen, igen. Ahogy itt játszunk Egerszegen is, hogy játszottuk Pécsett is, meg így volt régen is, önkéntem beletapsolnak az emberek, mert olyan mondatok hangzanak el, amit egy 25 éve jóban rosszban együttlő házaspár talán mond egymásnak, akár Kaposváron, akár Tel Avivban, akár Zalaegerszegen. Tehát magunkra ismerünk gyakorlatilag. Én azt gondolom, hogy egy olyan darabban, de magunkra ismerünk, és felhőtlenül tudunk szórakozni, természetesen happy end-del. Nincsenek benne nagy lila gondolatok, nincsenek benne utalások, nincsenek benne olyan elvont gondolatok, amit meg kéne fejteni, akkor és most történik, és utána nagy jó érzéssel mehet ki az ember a színházba, hogy hát ilyenek vagyunk, vagy ilyenek szoktunk lenni mi is hétköznapokban. Felhőtlen kikapcsolódás 2-3 órán keresztül a Csiki Gergely Színházban. Ez pontosan 2 órát jelent, mert 2 órás. Uh-huh. Említetted, hogy az ősbemutatót a József Attila Színházban maga szerző rendezte. Fantasztikus figura volt, tehát egy igazi világpolgár, aki Tel Avivtól, Zürichen, Düsseldorfon keresztül, Fokvárosban, és nem tudom, hogy hány helyen megrendezte a darabot, sőt, csinált egy tévéfilmet a német közszolgálati televízióban is, nagyon híres német színésszel. Tehát ezt vitte magához a darabot. Igen, ráadásul olvastam róla, hogy Molnár Ferenc után az ő műveit játszották külföldön a legtöbbet, ugye magyar származású szerzőről van szó. Mit lehet tudni még a művész úr további darabjairól, ha jól tudom, van egy önálló műsora is, Petőfi Hersi Kalapács? Van, bár most azt hiszem, hogy az élet a sokkal fontosabb darabot készít fel engem, hiszen a páron várandós is egy hónapon belül megszületik a második babánk. Hát szívből gratulálunk már előre. Jó egészséget kívánunk. Köszönjük szépen. Ja, van még egy 15 éves babánk is, tehát most ez egy elég nehéz időszak. Nekem ez azért nagy izgalommal várjuk. Ismerős, én is hasonló cipőben járok most egyébként, hogy átérzem a problémát. Egyébként, amit kérdeztek, a Petőfinek a Helység Kalapácsát játszom, bár most már egyre kevesebb időm van rá, mert azért az igazgatói feladatok mellett játszom az Egerszegi Színházban, játszott Pécsin, nem tudom, Színházban és a József Attilában is. Jövő héten lesz a bemutatónk a 29-én Brecht Szecsuáni Jólia című darabja, Csiszár Imre rendez, és abban játszol az első Isten, nem fogva hét előtt állok. Hát isteni lesz szerintem visszatérve a kaposvári előadás is, úgyhogy nagy örömmel várjuk mi itt az egész társulatot is, önt is. Köszönjük szépen, hogy ilyen korán reggel a rendelkezésünkre állt. Szervusz, Szárpád, szép napot! Szép napot! Szervusz, viszont hallásra! Tehát akkor február 7-én a Csiki Gergely Színházban házasságlevél, mindenkit szeretettel várunk, biztos nagyon jó kis kellemes esténk lesz. Fergeteges komédiát ígérnek nekünk, úgyhogy nagyon jól fogunk szórakozni.